A Maros megyei Nyárát, Szeredát, Sáronbergét és a Radnótot is elérte az iskola összevonási hullám. Az érintett települések és intézmények vezetői tiltakoznak és nem tartják indokoltnak a módosításokat. A Sáronbergi Technológiai Líceumban már korábban megkezdődött az intézmény összevonás. A létszámcsökkenésre hivatkozva az óvodát és az általános iskolát is a liceumhoz csatolták. Most azonban a minisztérium felszólítására tovább kell csökkenteni a tanügyi személyzet számát, így a község többi iskoláját is a liceumhoz csatolnák. A települések elöljárói több szempontból sem látják indokoltnak a változást. A teleki kastély eladó, és nagy valószínűséggel az előre haladott kora a báró úrnak is azt igazolja, hogy sürgősen el kell adni, és valószínű, hogy el fog adni. És akkor nem lesz, ahol ezek az osztályok működjenek. Termek hiányában a liceumot el kell majd költöztetni, valószínűleg Marosvásárhelyre, így nem az lesz már a legmagasabb rangú oktatási intézmény a községben, akkor pedig lehet előről kezdeni az átszervezést. A jelenlegi tervek szerint pedig állások is megszűnnének, többek között a nagyernyei igazgatójé is. Minden a régiben nem maradhat, mivel a gyereklétszámra hivatkozott a tanfelügyelőség, így a könyvelőség, titkárság, tehát kisegítő személyzet az, akinek az állása egyelőre veszélybe foroghat. A tanároknak az állása a gyereklétszám csökkenésével esetleg veszélyeztethetett. Az Apafi Mihály általános iskolához jelenleg 5 egység tartozik, ami 467 gyereket jelent. A liceum és az általános iskolák összefogása így komoly kihívást jelentene. Hasonló a helyzet Nyárádszeredában is, ahol a Deák Farkas általános iskolát csatolnák a Bocskai István liceumhoz. Óvodától 8 osztályig több mint 850 diákunk van, több helyen tanítunk, már az ősztől leépítették az aligazgatói állást, tehát ezt így átfogni nagyon nehéz, ez csak úgy sikerül átfogni, hogy vannak lelkes kollégák, akik különböző intézményekben úgy, mint megnevezett felelősök, vállalják ezt a munkát természetesen teljes mértékben ingyen. Trufán József elmondása szerint az általános iskola szempontjából nem indokolt az összevonás, hiszen nem küzdenek létszámcsökkenéssel, de a diákok száma a liceumban is meghaladja a törvény által előírt 300-as létszámot. Az intézmények összevonása ellen mindkét település előjárói tiltakoztak, a tanfelügyelőségtől azonban azt a választ kapták, ez egy országos program, így nem tehetnek semmit.